Cigány Károlyné, Etédiné Kovács Mária és Cinege Imre vehette át idén Cegdédváros pedagógiai díját. Rögtön mutatjuk az ünnepi pillanatokat, előtte azonban nézzék meg a többi hírünket röviden. Döntött a kormány, újra lehetnek testületi ülések Cegléden, június 17-én tartják meg. Kinyitott, szombattól már a Budai úti fürdő szabadtéri részén is fogadják a vendégeket. És országos tollas labdaversenyt tartottak értelmi fogyatékkal élők részére. Híradó hétfőn itt a Városi Televízióban. Köszöntöm Önöket! Döntött a kormány, június 15-től újra lehetnek bizottsági és testületi ülések. Cegléd képviselőtestülete június 17-én 10 órától ülésezik, előtte pedig lakossági fél óra is lesz. Az üléseken kötelező maszkot viselni. A kormány kihirdette, június 15-től újra lehet testületi és bizottsági üléseket tartani. A kormány elfogadta a 307/2021-es kormányrendeletet, és ez a katasztrófa védelmi törvény 46 paragrafus 4 paragrafusát, vagy bekezdését átírta. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy eddig veszélyhelyzetben azt mondja ki a törvény, hogy a polgármester gyakorolja a képviselő testület feladatait, hatásköreit. Viszont a kormányrendelet, ami ma június 15-től fog hatályba lépni, az pedig azt mondja, hogy most már ettől a katasztrófa védelmi törvény előírásaitól eltérően a képviselő testület és a bizottságuk saját maguk gyakorolják feladat hatáskörüket. Június 15-én bizottsági ülések lesznek, június 17-én pedig megtartják a képviselőtestületi ülést. Az ülés előtt most is lesz lehetősége a lakosságnak kérdéseket feltenni. Azt is még tudni kell, hogy a munkaterv ezt mind előírja, hiszen a testület munkaterv alapján működik, tehát most már a polgármesternek nincs hatásköre, sőt feladatköre sincs dönteni testületi hatáskörben, feladatkörökben. Az üléseken kötelező a maszk használat, hangsúlyozta a főjegyző. Idén hárman vehették át Cegléd-város pedagógiai díját. Az elismerést Cigány Károlyné, Etédiné Kovács Mária és Cinege Imre vehette át a tegnapi városi ünnepségen. Szolgálati emlékérmeket adtak át a nyugdíjba vonuló óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, és azokat a pedagógusokat is köszöntötték, akik 50 vagy akár 70 éve szerezték meg diplomájukat. Az egyre kedvezőbb járványhelyzet lehetővé tette, hogy idén már meg lehetett tartani a Városi Pedagógus Napot. A Művelődési Központ színház termében összegyűlt ünneplőket elsőként a polgármester köszöntötte. Dr. Csáki András beszédében úgy fogalmazott, a pedagógus lét nem csupán munkát jelent, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot. Önöknek megadatott a gyermeki lélek kimunkálásának csodája, az elvégzett munka eredményben való gyönyörködés ma igencsak ritka lehetősége. Ez a munka most minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja önöket, ezért gyümölcseire, sikereire ma a pedagógus nap alkalmából is különös tisztelettel tekintek, hisz színvonalas oktatás nélkül nincs nemzeti felemelkedés. Az elmúlt hónapok komoly kihívásairól a polgármester és a tankerületi központ vezetője is beszélt. Fodor Gábor hangsúlyozta, nehézségekkel teli időszak van a pedagógusok mögött. A tankerület azonban már a jövőbe tekint. A szeptembertől kezdődő reményeink szerint már a személyes jelenlétre építhető tanév során módszertani, mentálhigiénés képzésekkel, szakmai és lelki támogatást nyújtva szeretnénk tovább építeni azt a közösséget, amelynek tagjai önök a gyermekek jövőjének kiteljesítésére szerződtek. Köszönet illeti a pedagógusokat azért a lelkiismeretes, nehézségektől nem mentes munkáért is, amit a járvány alatt végeztek. Erről már Földi László beszélt. Az országgyűlési képviselő a pedagógus hivatás méltó megbecsüléséről szólt. Közös feladatunk, hogy a pedagógiát is felzárkóztassuk az oktatásban dolgozók megfelelő anyagi és szellemi megbecsülésével, az intézmények folyamatos fejlesztésével és a társadalom szemléletformálásával. Egykori pedagógusként, iskolaigazgatóként, gyakorló országgyűlési képviselőként én ezt mindig is kiemelkedő feladatomnak tartottam és tartom, ezért fogok dolgozni a jövőben is.
Az ünnepségen több díjat, elismerést is átadtak. Köszöntötték a közelmúltban miniszteri kitüntetést kapott Terén Gizella Gyöngyit, az Ugyeri Tagovoda tagintézmény vezetőjét. Majd átadták Cegléd város pedagógiai díjait, melyet idén hárman vehettek át. Cigány Károlyné a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda tagovoda vezető helyettese. Etédiné Kovács Mária, a Táncsics Mihály Általános Iskola biológia földrajz szakos tanára, valamint Cinege Imre, a Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola nyugalmazott igazgatója. Köszöntötték az év szakmai tanárát is, az elismerést Kovács Piroska közgazdász, az Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola közgazdász tanára vehette át. Az ünnepségen köszöntötték azokat a pedagógusokat is, akik diplomájukat 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt szerezték meg. Tóth Lászlóné Raj Mária Vas diplomát, Balog Lászlóné, dr. Farkasné Kalocsai Ágnes és Nagy István pedig aranydíszok levelet vehetett át. A Városi Pedagógus Napon szolgálati emlékéremmel köszöntötték azokat a tanárokat, tanítókat, akik nyugdíjba vonulnak és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. Hárman kaptak Ceglédváros elismerő oklevelet, Kisné Kocsi Mária, Petrányiné Simon Gabriella és Szabó Jenőné. Az ünnepségen műsort adtak az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei, valamint Ozsgyáni Mihály színművész. Megnyitották a kültéri medencéket is a Budai úti gyógyfürdőben hétvégén, így most már a strandolni vágyok minden fürdőzésű lehetőséget igénybe vehetnek, ezen a hétvégén pedig az akvapark is megnyitja kapuit. Május utolsó hétvégéjén már a nyitás előtt sorban álltak a Budai úti fürdőbejárata előtt a látogatók, akik arra vártak, hogy hosszú szünet után végre megnyissa kapuit a létesítmény. Ekkor még csak a beltéri medencéket vehették birtokba a fürdőzők. Június első hétvégéjén azonban már a szabadtéri medencéket is elfoglalhatták a strandolók. A nyitás ezzel még nem ért véget, hiszen a kültéri medencék után most hétvégén már a Csúszda Park is várja a vendégeket. Ezzel pedig a Budai úti fürdő teljes kínálata elérhetővé válik a látogatók számára. Nemzetek feletti bűncselekmény, így jellemezte a 101 éve aláírt békediktátumot Nyársapát alpolgármestere a pénteken tartott trianoni megemlékezésen. A térség országgyűlési képviselője Földi László arról is beszélt, azt a fájdalmat, amit Trianon okozott, nem lehet kitörölni, de most már nem a múlttal, hanem inkább azzal kell törődni, hogyan lehet összetartani ezt a 15 milliós nemzetet. A nyársapáti Trianon emlékmű mellett tartott megemlékezésen a térség országgyűlési képviselője Földi László elsőként a békeszerződés utáni évekről beszélt. Mindarról, amit elveszítettünk, de arról is, ami megmaradt és amire büszkének kellene lennünk. Magyarság tudatunk és zászlónk. 1100 éve itt vagyunk a Kárpát-medencében, és mégis néhány száz éves államokban sokkal inkább láthatóan élik meg a kötődésüket nemzetükhöz. És mi nem vagyunk büszkék a mi zászlónkra. Miért nem? Ha kitesznek valahol egy magyar zászlót, akkor az rögtön nacionalizmus. Mit keresként a zászló? Már ott tartunk, hogy ünnepségek alkalmával, például egy Szent István nap ünnepség alkalmával, vagy egy október 23-án, vagy egy március 15-én sincs fellobogózva a település. Sok helyen szégyeljük a nemzeti lobogónkat? Szégyeljük a piros-fehér-zöldet? Miért? Büszkének kellene lennünk rá lobogtatni lépten nyomon, hogy itt vagyunk, túléltük Trianont, gazdasági világválságot, nyilas korszakot, kommunista diktatúrát, és eljutottunk 2010-ig, amikor a parlament kimondta, június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Ekkor kezdődhetett el az idegenbe szakadt magyarok honosítása. A magyar kormány pedig azóta és továbbra is mindent megtesz azért, hogy a határon túlélő magyarok is egyenrangúnak érezzék magukat, folytatta Földi László. A megemlékezésen a település alpolgármestere Tóth Tibor pedig úgy fogalmazott, ami 1920. június 4-én történt, az nemzetek feletti bűncselekmény volt. Trianon egy borzalmas ördögi diktátum volt, és nem békeszerződés. Meleg ágya a 20 évvel utána fellángoló 50 millió ember áldozatot követelő második világháborúnak. Trianonról semmi jót nem lehet elmondani, hiszen megalázó, igazságtalan, embertelen, magyar ellenes,
kirekesztő, gyilkos szándékú, aljas és nemzetcsonkító. Tóth Tibor azt is kiemelte, a történteket azért kritikus szemmel is kell nézni, hiszen Tisza István már 1914-ben azt mondta, a háborúval Magyarország semmit nem nyerhet, de mindent elveszíthet. Pár nap múlva pedig az ország belépett a háborúba, és valóban majdnem mindent elveszített. A megemlékezések beszédek után a Nyársa Páti Népdalkör és az iskola diákjai mutatták be műsorukat, majd az emlékezők a trianoni emlékműnél helyezték el virágaikat. Országos tollaslabda versenynek adott otthont Cegléd a hétvégén. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Losi Diák Sport Egyesület által szervezett esemény volt az idei tanévben az utolsó, ahol lehetőséget kaptak az értelmi fogyatékossággal élők a versenyzésre. Idősebbek és egészen fiatalok is megmérettették magukat szombaton a Ceglédi tollaslabda csarnokban. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Losi DSR szervezésében ugyanis Cegléd adott otthont a tanév utolsó versenyének. Az esemény lényege a sportág népszerűsítése mellett a verseny lehetőség biztosítása volt az értelmi fogyatékossággal élő sportolók számára. A gyerekek ugyanúgy küzdenek, ugyanúgy tollasoznak, ugyanúgy sportolnak, mint az épértelmű gyerekek, és ők is ugyanúgy szeretnének az első között lenni és megmérettetni magukat, hogy hogyan fejlődtek az idei évben. A legutóbbi speciális olimpián a magyar csapat 69 érmet szerzett, ami nem kis motivációt ad a következő nyári világjátékokra való felkészüléshez. Készülünk, ez a következő 2023-ban Berlinbe lesz, és hogyha sikerül, akkor a ceglédi versenyzők közül ketten bekerülnek a utazókeretbe. A játékosok közül vannak, akik heti 3-4 alkalommal edzenek, és olyanok is, akiknek a munka mellett csak kevesebb idő jut a gyakorlásra. Judit még az általános iskolában kezdett tollasozni, azóta pedig számos szép eredménnyel büszkélkedhet. Több versenyen vettem részt olimpiákon is, ilyen speciális olimpián. És ott hogyan szerepeltél? Hát a speciális olimpián 3 arany, akkor van 3 bronzom, meg 2 ezüst érmem. A játék ezúttal is jól ment Juditnak, aki reméli, lesz még lehetősége a későbbiekben is hasonló versenyeken részt venni, és esetleg ő is ott lehet majd Berlinben a következő speciális olimpián. Tetőfelújítás és a csarnokon végzett munkák miatt ismét nem fogad vonatokat a Nyugati pályaudvar június 19-től. Már most felhívják a fővárosba dolgozni járók, illetve egyéb célból utazók figyelmét, hogy július 17-ig a pályaudvar nem fogad vonatokat, illetve onnan nem is indít szerelvényeket. Jelentős menetrendi változások lépnek életbe június 19-től, azaz jövő hét péntektől a Nyugati pályaudvar felújítási munkái miatt. A MÁV közleményben tudatja, hogy majd egy hónapon keresztül, azaz július 17-ig a Nyugatiból nem indulnak és nem is érkeznek oda vonatok. A pályaudvar tetőfelújítását végzik ezen idő alatt, és a csarnokon is olyan karbantartást kell még végezni, amit vasúti forgalom mellett nem lehet. A kivitelező azt ígéri, a felújításnak köszönhetően jelentősen csökken a meghibásodások, üzemzavarok száma, megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése, pontosabbak lesznek a vonatok, a további felújítási munkáknak, korszerűsítéseknek köszönhetően pedig javul a pályaudvar szolgáltatási színvonala is. Ezzel a felhívással köszönöm meg mai figyelmüket. A folytatásban háttérmagazinunk jön, amiben a Városi Pedagógus Nap hosszabb összefoglalóját láthatják. Friss hírekkel pedig legközelebb majd holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk figyelmükre. Nagyon szép estét, jó tévézést, viszontlátásra!